Mi úgy gondoljuk, hogy a szülő kizárólagos joga és felelőssége, hogy orientálja a gyermekét a szexuális fejlődés kérdésében. Minden más befolyásolási kísérlettől törvényi erővel kell megóvni a gyermekeinket. Erről szól a pedofil ellenes és gyermekvédelmi törvény. Magyarországot most támadják ezért. A liberálisok nem hajlandók elfogadni a mi álláspontunkat. Ezért ránk akarják erőltetni a saját gondolkodásukat, a saját világnézetüket. De abba, hogy a magyar családok hogyan neveljék a gyermekeiket, és az állam pedig milyen törvényekkel védje meg őket, a magyarokon kívül senkinek nincs beleszólása. Sem a holland miniszterelnöknek, sem Soros Györgynek, sem pedig az általa fizetett politikai aktivistáknak. Mi hiszünk abban, hogy a gyermekek életében semmi keresni valója az életkoruknak nem megfelelő tartalomnak. Éppen ezért ez a kérdés is a nemzeti konzultáció részét fogja képezni. Bátorítunk mindenkit, hogy mondja el véleményét, teremtsünk nemzeti egységet a gyermekeink védelmének kérdésében. És ezzel együtt üzenjük meg a Magyarországot támadó liberális hálózatnak, hogy a saját ügyeinkbe senkinek nem engedünk beleszólást.